Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez a Marvel Teóriák csatorna, és idén fog debutálni a Pókverzum második része, amiben nagy szerepet fog kapni a 2099-es Pókember változat, így a mai videóban róla lesz szó. Michael O'Hara 2099-ből származik, aki először 1992. novemberében jelent meg, a Pókember 2099 első számában. A karakter története a 928-as földön játszódik, ami egy alternatív univerzum, amiben már 2099-et írunk. Innen is kapta a nevét ez a Pókember. De mit is kell tudni Michael O'Hara Pókemberéről? Az Alkamax tehetséges fiataloknak fenntartott magániskolájában tanul, majd megmássza a vállalati ranglétrát, hogy genetikus válasson belőle. Amikor azonban a Peter Parker pókemberének DNS-éből kifejlesztett, új szuper szérum klinikai tesztje a tesztalany halálával végződik, Michael lemond. A cég fejese Tyler Stone Cheller rászoktatta Michael-t egy erős, függőséget okozó Alkamax által kifejlesztett géndrogra, így Michael kénytelen a cégnél maradni, ha meg akarja kapni az adagját. Hogy megszabaduljon a függőségtől, Michael a klinikai tesztgép segítségével helyre akarja állítani a DNS-ét, ám ehelyett a gép génjeinek 50%-át Pók DNS-sel helyettesíti. Ezután a 2099-es pókemberként Michael akcióba lendül az Alkamax és más gázvállalatok ellen, miközben olyan szupergonoszokkal csap össze, mint például a Nagymester. Michael O'Hara idősíkja kapcsolatba kerül Peter Parker első földi idősíkjával, amikor Michael rájön, hogy az Alkamaxot alapító Tyler Stone valójában az apja. Michael beleegyezik, hogy Pókember 2099-ként visszamenjen az időbe, és megmentse a nagyapját, Tiberius Stone-t, hogy ezzel megakadályozza Tyler Stone is önmaga kitörlődését. De Tyler Stone miatt Michael napjainkba ragad. Ezután helyezkedik el az Alkamaxnál és tovább védelmezi Tiberiust, majd a Parker vállalatot. Nos, ez lenne a Pókember 2099-nek a története. A karakter leginkább a játékokban tűnt fel, mint például a Web of Shadows, a Shattered Dimensions, valamint a PS4-es játékban is meg lehet szerezni a ruháját. Láthattuk még az Ultimate Spider-Man 3. évadjában is, valamint ugye a Pókverzum második részében is láthatjuk majd, de előtte az első rész stáblicsás jelenetében tűnt fel. A képregényekben egyébként a Pókverzumban is gyakran feltűnt, szóval ilyen alapon várható volt a feltűnése az animációs filmben. De ennyi lett volna a videó, a karaktert következőleg tehát októberben látjuk majd a Spider-Man Across the Spider-Verse első részében. Szerintetek milyen szerepe lesz a filmben? Miles mentora? Társa? Esetleg ellensége? Írjátok le a komment szekcióba. Én viszont köszönöm a figyelmet, sziasztok!